A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Mai adásunkban élőben kérdezhetik a polgármestert, hiszen stúdiónk vendége Cser Palkovics András. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit. Mielőtt az első kérdést feltenném, mondanám is a telefonszámot, amit műsorunk ideje alatt tudnak hívni. Ez a 22-es körzetszám 516-110, és kapcsoljuk Önöket az adásunkba, hogy feltehessék a kérdésüket. Most már a déli összekötőt mondhatjuk, hogy rutinosan használhatják a fehérváriak, hiszen átadták. Mi a tapasztalata? Én magam is többször jártam az úton különböző időpontokban, nap különböző szakaiban azért, hogy megnézzem, hogy hogyan alakul a forgalom, és hogyan veszik az birtokba a fehérváriak, vagy a hozzánk látogatók. Az a tapasztalatom, hogy egyre többen használják. Azt hiszem, hogy mindenki megállapíthatja, hogy tényleg egy nagyon korszerű, biztonságos, modern út. Évtizedek óta nem épült új gyűjtőút Székesfehérváron. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt saját szakembereinkkel tudtuk megálmodni, megtervezni és lebonyolítani. Ugye állami és Európai Uniós forrásból valósult meg ez a több mint 4 kilométeres útépítés, illetve ehhez kapcsolódó kerékpárútépítés, fa és növénytelepítés, hidak jöttek létre, és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos közlekedési szempontú beruházás és környezetvédelmi szempontú is. Hiszen, hogyha valaki délről érkezik a városba, akkor mondjuk az egyik oldalt nézve el kell menni a Széchenyi-Horváth István kereszteződésig, hogy ott valaki jobbra fordulhasson, hogy utána mondjuk a Mártirok úton tudjon tovább menni. Ez képest most ezt a déli összekötő úton meg tudja tenni. Ez egy kicsit tudtuk a tág értelmevet belváros forgalmát csökkenteni, ezért mondom, hogy ez környezetvédelmi szempontból is fontos. És azért is fontos, mert egy kb. 500 hektáros nagy városrészt megnyitott. Valaki ránéz Fehérvárra, nem egészséges az, hogy a vasút által elzárt területen nem tudott kialakulni különböző városfejlesztési elképzelés az elmúlt évtizedekben. Ez most megvalósulhat, de fontos tudni, hogy ez nem önmagában csodaszer, ez egy fontos beavatkozás, amit remélhetőleg több fog követni, hiszen szeretnénk az Újváralja-sort kikötni a Mártirok útra, szeretnénk ezeket összekötni, és akkor lesz igazán tehermentesítő ez a szakasz, illetve a Bakony utca irányába pedig szeretnénk hát, majd az folytatni. Amikor ezek elkészülnek, akkor azt hiszem, hogy valóban komoly közlekedési előrelépésről beszélhetünk majd. Innen fogjuk folytatni, közben kollégáim jelezték, hogy itt is az első telefonálunk. Köszöntöm Önt, mondhatja a kérdését. Jó napot kívánok, én Lénart Károlyné vagyok, és a polgármester úrhoz továbbítanám a problémámat. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm. Igen, köszönöm, és én is úgy viszont a nézőket is. Azt szeretném mondani a polgármester úrnak, hogy én nekem személyes problémám lenne egy súlyos, ami 11-ben történt a fiammal, vagyis hát a családommal kapcsolatban, és ön többször is megígérte nekem, hogy be fog engem hivatni a munkatársaival, és tudok személyesen önnel erről a problémáról beszélni, de a mai napig nem történt ez meg, pedig 8 évvel ezelőtt, azt hiszem, mikor volt a választás előtt, akkor itt volt ön a lakásomon a körzeti képviselő úrral, a Molnár, azt hiszem valami Molnár, a keresztneve nem jut. Molnár Tamás úrral, igen. Igen, köszönöm, igen. Köszönöm, megtérhetünk a problémára? Igen, és akkor is kaptam, hát azt szeretném a polgármester úrtól megkérni, hogy adjon most egy komoly személyes meghallgatásra időpontot nekem. Mert ez egy személyes annyira, hogy nem szeretném itt a... Minden hónap első szerdáján tartok személyes fogadónapot, igen, és fogadóórát, úgyhogy erre van lehetőség, és hogyha most megadja itt a médiacentrum, a televízió kollégáinak, a dolgozóinak a telefonszámát, akkor ígérem, hogy holnap föl fogják önt hívni a kollégáim, és megbeszélik a júniusi fogadónapomon azt az időpontot, amikor várom nagy szeretettel.
És most mivel így ennyiszer már kaptam én arra lehetőséget, de nem történt meg, nem élvezhetnék. Minden hónap szerdáján egyébként fogadónapot tartok, sok-sok ezer ember volt az elmúlt 13 évben, várom önt is szeretettel. Köszönjük szépen, köszönjük, tehát akkor majd a kollégáink felveszik önnel a kapcsolatot, és továbbítják polgármester úrnak az elérhetőségét. Visszatérve az úthálózat fejlesztéséhez, itt adás előtt beszélgetve sportos kollégákkal egy olyan felvetés jött az ő részükről, hogy a Budapest-Balaton kerékpárút az úrhidai körforgalomnál nem egészen egyértelműen van a jelzés, hogy hol folytatódik. Nyilván, aki helyismerettel rendelkezik, az tudja, aki viszont nem, az ott eltévedhet ennél a körforgalmas résznél, mert nem jelzi semmi. Ezzel kapcsolatban tud-e tenni bármit is a város? Igen, táblakihelyezésre ilyenkor mindig van lehetőség. Azt kérem, hogyha vannak ilyen konkrét helyre, konkrét kezdeményezése van, nem csak ebben a csomópontban, hanem bárhol a városban, akkor küldje el számomra, és akkor valamikor a közlekedési hatóság, valamikor a városgondnokság helyezheti ki az adott közlekedési táblát, ezt mindig megvizsgáljuk. Úgyhogy engem keressenek meg, akár e-mailben, akár közösségi média felületeken, és utána a megfelelő szerv és hatóság az intézkedni fog. Hogyha már a közlekedési témánál tartunk, akkor ugye azt is elmondhatjuk, hogy a multicsarnoknál is egy komoly úthálózat fejlesztést történik, talán ezt már nevezhetjük fejlesztésnek, hiszen ott az egész város rész számára is megoldást jelenthet majd. Igen, az az útkapcsolat, ami ott kialakul, illetve az a közlekedési csomópont, az nem csak a multicsarnokot fogja kiszolgálni, hanem összeköti a Budai utat az Albaipari zónával, és így lehetővé válik a zóna és az ipari parkok megközelítése egy második útvonalon is, hiszen sajnos jelenleg egy útvonalon lehet ki és beközlekedni, ráadásul ez együtt jár a kamionforgalommal, ez bizony nagyon nehézé teszi a közlekedési szituációkat, különösen műszakváltások idején. Ez azt hiszem, hogy jelentős mértékben javulni fog, mihelyest ez az új út kapcsolat megnyílik. Ugye látszik már, aki arra jár, hogy mi is lesz konkrétan a nyomvonal. Szerencsére jól halad az útépítés is, jövő ilyenkor már egészen biztos, hogy mindenki használni fogja tudni, akár autóval, akár kerékpárral, és az a célunk, hogy a Budai út felől autóbusz közlekedést is kinyissunk, és ezáltal a közösségi közlekedést abba az irányba is tudjuk majd fejleszteni. Szerintem ez sok ezer embernek fog a mindennapok szintjén is segítséget nyújtani, akik azokban az ipari parkokban, vagy éppen az albaipari zóna valamelyik üzemébe dolgozik. Köszönöm szépen, közben kollégáim jelezték, hogy itt van a következő telefonálónk. Köszöntöm önöket, vagy köszöntöm önt, ez itt a Köztér, felteheti a kérdését. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt a kérdést szeretném feltenni a polgármester úrnak, hogy a fizivárosi lakótelepen megépült itt ugye ez a kosárpálya néhány éve, és hát itt sajnos a nyugalom az megszűnt. Tehát lehet hétköznap, vasárnap, ünnepnap, télnyár, tehát minden időszaka az évnek, és itt állandó jelleggel olyan mértékű zaj van, hogy hangfalakkal felszerelkezett fiatalok kosárlabdáznak, sokszor este 10 után is a padokon bandázás van, úgy szintén óriási hangfalakat raktak ki a padokra, és azzal vannak itt, hogy mit lehetne ezzel a helyzettel kezdeni, folyamatos a bekiabálás, ugye itt teljesen körbe van véve épületekkel, egy-egy lakóházban van 66 lakás, nagyon-nagyon sok probléma van, üvöltözés van, rendőri intézkedések is, ez szinte folyamatos, hogy mit lehetne ezzel a helyzettel kezdeni. Köszönjük szépen, mi is köszönjük a hívását, és felhívnám nézőinknek a figyelmüket, hogy láthatják, hogy a 22-516-110-es telefonszámon tudnak minket elérni, és akkor át is adom a lehetőséget a válaszra. Ketté bontanám a választ. Egyrészt szerintem abban egyetértünk, hogy szükség van olyan közösségi terekre, ahol az emberek tudnak találkozni, ahol a fiatalok tudnak sportolni, mozogni, hiszen mondjuk az egészséges életmódról beszélünk, vagy arról, hogy a gyerekek ne csak kütyüzzenek, hanem ne csak a számítógéppel, vagy az okostelefonnal foglalkozzanak, hanem mondjuk sportoljanak, akkor ehhez a megfelelő tereket létre kell hozni. Egyre több ilyen közösségi tér van a városban, és azt hiszem, hogy az emberek jelentős része, beleértve nyilvánvalóan az azt használó fiatalokat is, arra használja ezeket a területeket, amiről szól. Ettől én megkülönböztetném azt, amit ha jól értettem, a hölgy is kifogásolt, szerintem joggal,
hogy amikor egy-egy ilyen területet, közösségi teret nem arra használunk, vagy használnak, ami a funkciója. Egy sportolásra kialakított terület, vagy egy játszótér, az napközben lehet használni arra, amire az egyébként alkalmas, nem arra, hogy, ahogy a hölgy fogalmazott, bandázást legyen este 10 óra után. Azért tegyük hozzá rögtön, hogy különösen a kiskorúról van szó, akkor persze fölmerül a kérdés, hogy mondjuk este 10 óra után mit keres egyedül a közterületen, egyedül felnőtt kísérete nélkül. Másodszorban én köszönöm a kérdést, mert hozzám ott ennek a területnek a kapcsán ilyen probléma felvetés eddig még nem érkezett, úgyhogy kérek egy pici türelmet, utána fogok nézni. Ahol arra van lehetőség, ott adott esetben kerítést zárhatóvá teszünk, és ezáltal mondjuk az esti időpontokba tudjuk azt zárva tartani, napközben pedig ezek használhatók. Sok esetben esetleg kamera kihelyezésére van lehetőség, vagy a rendőrséggel való kapcsolatfelvétel, esetleg a közterület felügyelők megkérése arra, hogy többször járjanak azon a területen. Úgyhogy ezt most meg fogom vizsgálni. Nagyon szépen köszönöm a probléma felvetését, egy pici türelmet kérek, utána fogok nézni. Köszönöm szépen. És igazándiból nem csak a telefonhívásokon keresztül volt lehetőségük a fehérváriaknak, hogy kérdést tegyenek föl, hanem napközben Pál Lórend kollégám megkérdezte az itt járók előket, hogy milyen kérdésük, illetve véleményük van. Nézzük az első csokrot, hiszen itt is lesznek majd érdekes kérdések. Összességében én szeretek itt élni, de hát a közbiztonság lehetne jobb, így főként a belvárosban vagy egyes lakótelepeken, én ott azért nem érzem magam biztonságban, úgyhogy ezen jó lenne, ha tudnának valamit változtatni. Hát az utak minősége nyilván ez egyes helyeken az elég borzasztó, de hát tudom, hogy most azért ebben a helyzetben nem ezek az elsődlegesek. Tehát az egészségügyi ellátás ez országos szinten probléma, vagy Fehérváron is, úgyhogy ezekkel annyira nem vagyok elégedett, de amúgy úgy szeretek azért itt élni. Én lokálpatrióta vagyok, én nagyon régóta lakom itt Fehérváron, én szeretem ezt a várost, úgyhogy itt gyönyörűen felújítottak mindent, tehát én nagyon jól érzem magam, és ahogy a főpolgármester úr mondja, egy élhető város. Elég jók a programok, tehát ilyen szempontból is elég. Tehát meg lehet találni mindent, amit éppen most volt a kulturális fesztivál, akkor például a Petőfi felújítás részén jó kis koncertek vannak, úgyhogy meg vagyok elégedve Fehérvárral ilyen szempontból. Tömegközlekedéssel is meg vagyok elégedve. Én kint lakom a Köfémen, egész jó a buszjárat, tehát ilyen szempont. Nem azt mondom, hogy minden meg vagy elégedve, de különösebben nem nagyon tudok mit mondani. Élhető város, egyre szebb a belvárosa, sok a lehetőség kint ülni a teraszokon, sok látnivaló van egy turistának, biztos nagyon érdekes, jó programok vannak. Én javaslom mindenkinek, jöjjön és nézze meg. És esetleg van olyan, amin változtatna Fehérváron? Sajnos van. A színház műsorán. Azban sokszor nem olyan szórakoztató darabok vannak. Én azt gondolom, nem művészínház, inkább a közönségnek kéne játszani, mint saját maguknak. Nos, hát sok minden területet érintettek itt a fehérváriak. Igyekszem gyorsan válaszolni. Annak nagyon örülök, hogy mindegyik kérdező véleményében megfogalmazta azt, hogy szereti ezt a várost és szeret itt élni. És azt hiszem, hogy ez, ami összeköt bennünket, hogy szeretjük Székesfehérvárt, és ez a mi közös otthonunk. Az, hogy egy ekkora városban vannak problémák, vannak kihívások, az meg azt hiszem, hogy hozzátartozik egy ilyen középváros vagy magyar viszonylatban nagyváros mindennapjaihoz. Elhangzott, hogy van olyan terület, ami az önkormányzathoz, van, ami kevésbé az önkormányzathoz tartozik, de azért az egészségügy esetében is szerintem egy fontos közös előrelépés, hogy a kormányzat forrásaiból ugye a Szentgyörgy kórházban egy nagyon komoly beruházás zajlik, egy új tömb épül, és szerintem ez jelentős előrelépést fog jelenteni, újulnak meg a rendelőintézetek, van, amikor városi, van, amikor állami, van, amikor Európai Uniós forrásokból, tehát szerintem itt is van előrelépés. Szeretném a hölgyet megnyugtatni, hogy minden adat alapján ez egy kifejezetten biztonságos város.
város. Ezt jelzik egyébként számunkra azok is, akik máshonnan érkeznek Székesfehérvárra. Ez nem azt jelenti, hogy nincs itt is kihívás, különösen a közterület használat esetében. Visszautalnék egyébként a kérdező hölgyre. Mindig az a kérésem ilyenkor, hogyha konkrét probléma van, akkor azt küldjék el nekünk, mert akkor abban az ügyben tudjuk a rendőrség esetében őt értesíteni, vagy a rendőrségtől információt kérni, vagy kérni adott hogy esetben egy-egy városrészre, területre jobban figyeljenek, úgyhogy kérem, hogy ez történjen meg. Köszönöm a hölgynek, hogy utalt arra, hogy most nem könnyű pénzügyi helyzetben nem lehet mindent elvárni, de azért most is utak épülnek meg és újulnak meg. Előbb beszéltünk a déli összekötő útról, a Móri út az azt hiszem, hogy jól mutatja, hogy milyen fejlesztések zajlanak, de hogy mondjak egy újonnan indulót is, most majd a pénteki közgyűlés fog tudni dönteni a Krasznai és az Udvardi utak felújításának megindításáról, tehát a forrást biztosítani fogjuk, ez is több száz millió forintba fog egyébként kerülni, és pár hónapon belül el fog indulni a kivitelezési közbeszerzési eljárás, tehát akár idén, de legkésőbb jövőre a Krasznai út és az Udvardi út felújítása az meg fog történni. Tehát azért van ezen a területen is előrelépés. Örülök, hogy az úr mondta a közösségi közlekedést, kiemelten fontos kérdés, folyamatosan igyekszünk és próbáljuk fejleszteni. Többen megemlítették a kérdezők közül a sok programot, ezt én is fölhívnám a figyelmet, és nagyon aranyos volt az a megjegyzés, hogy mások jöjjenek ide és nézzék meg ezt a várost. Ezt azt hiszem, hogy csak ajánlani tudjuk, különösen így a nyári időszak előtt, és ami pedig még fölmerült a Vörösmarty Színháznak a műsora, darab választása, ebbe eddig és ezután sem lenne helyes, hogyha a polgármester beleszólna. Szerintem egy jó színházunk van, de nagyon nehéz egy olyan városból, egy színházban olyan műsorkínálatot összeállítani, ami mindenki számára hoz minden évben akár több olyan darabot is, ami kíváncsi, de jelezni fogom ezt az észrevételt is, de büszke vagyok arra, hogy van egy jó társulatunk, van egy nagyon szép épületegyüttesünk, ugye stúdiószínházakkal, a Pelikán terem megújult az elmúlt időszakban, létre tudtuk hozni a balettszínházat, és a szimfonikus zenekar pedig minősített zenekarrá vált, ezek azt hiszem, hogy fontos előrelépések, de még egyszer a kritikát is vettem, és továbbítom, és nyilván a színház tud a műsortervével kapcsolatban évente dönteni, de bízom benne, hogy eddig, ezután is sokan lesznek bérletesek, sokan vásárolnak jegyeket, és sokan járnak majd a színházba. Visszautalnék a hölgyre, hiszen azért korábban is beszélgettünk már itt arról, hogy például a közterületeken a kihelyezett kameráknak van-e visszatartó ereje, vagy az, hogy mondjuk volt olyan akció is, amikor egy polgárőr, egy rendőrrel közösen járőrözött, hogy mi a tapasztalat? A nyári időszakban nyilván ezek ilyen mindennapos dolgok. Fejezetten pozitív a tapasztalat, ahol közterületi kamerát tudunk elhelyezni, azért az érezteti a hatását. Emellett pedig, hogyha akár rendőr, polgárőr, közterület felügyelő járja az utcát, annál nincsen jobb. Gondolkodunk egyébként egyfajta önkormányzati rendőrség létrehozásában. Vannak ennek most már bizonyos jogi lehetőségei és alapjai, úgyhogy nézzük, hogy ezzel hogyan tudnánk élni. A kamera a kihelyezéseket pedig folytatjuk, amit a hölgy fölvetett, különösen a sűrű lakott városrészekben, lakótelepeken helyeztünk és helyezünk el kamerát, mondjuk, hogy az utolsó példákat mondjak, mondjuk a Mancon kértek kamera elhelyezést, és került ki helyezésre, ott volt egy olyan kocsma, amivel kapcsolatban nagyon sok probléma merült fel, ezt a város megvásárolta, éppen azért, hogy ott ezt a fajta akár biztonsági gondot és problémát is meg tudjuk oldani. Tehát ha kapunk jelzést, akkor tudunk lépni. A hölgytől is azt kérem, hogy ha az általános megfogalmazáson túl konkrét helyre utalt, akkor küldje azt meg számomra, és egyeztetni fogjuk az adott helyet, adott szituációt a rendőrséggel is, közterületfelügyelettel és a polgárőrséggel is. A kamerakép alapján egyébként számtalan esetben akár különböző bűncselekmények elkövetőivel kapcsolatban is bizonyítékokat lehet gyűjteni és szerezni. A kameraképet nem csak a közterületfelügyelők látják, hanem a rendőrség is, és hogyha egy-egy nyomozáshoz kikérnek külön képfelvételt, akkor azt is természetesen a kollégák biztosítják. Köszönöm szépen. Nézőknek felhívnám a figyelmüket, hogy a kérdésüket élőben itt a műsorban feltehetik a 22-516-110-es telefonszámon. Hívjanak minket, és én azt gondolom, hogy menjünk tovább a fehérváriak második kérdés vélemény blokkjával. És az egy igazán szép város, innen el nem menni. És mi tetszik a legjobban? Hát maga
az egész millió, ugye például itt van az országalma, akkor ugye ismerem a Borivárt, ugye ahhoz szoktunk menni, közel van minden, a Balaton, a Velencei tó, tehát meg hát ez a város, hogy fejlődik, itt a romkárt, minden, úgyhogy nagyon jó. És a közlekedésről mi a véleménye? Nincs semmi gondom, közlekedés jó, jó. A busz jártak innen a piasztérről, mindenfele ugye helyi közjáratok is vannak. Sok a körforgalom, ez meg jó, mert azért szerintem gyorsítja a forgalmat. Salgótarjánba jöttem amúgy ide, szóval munkalehetőség által jöttünk, de én itt ragadtam. Tetszik a város, jó a vezetése, csak hát lehetne mind még változtatni, például a munkabéreken, mert azért ez egy elég fontos döntés lenne, az órabéreknek a fizetése, hogy normális megélhetés legyen, de amúgy szeretem. Itt állunk a belvárosban ezek az éttermek vonulatánál. Hát egyedül, már abban sincs semmi bajunk, nagyon sokat egyeztettünk mi a polgármester úrral, Lokálpatrióta Egyesület nevébe, de a nyitvatartás még azt hiszem egy kicsikét hibázik. Tehát most már elég sok az ellenőrzés, elég sok az odafigyelés, hogy élni és élni hagyni. Tehát hagyjuk dolgozni a vendéglátósokat is, hagyjuk az embereket szórakozni is, de itt a belvárosban élőknek azért legyen meg a nyugalma. Ennyi. De ebbe is már nagyon sok előre lépés van, és reméljük, hogy ezzel a nyitvatartással is, ez az éjjel kettő azért az egy kicsit sok, de mondom, van benne előrehaladás. A másik, jaj, most eszembe jutott, a bicikli. Per pillanat nem látok kerékpárost a főutcán, én itt lakom, és én napközben is rengeteget mászkálok itt. A roller és a kerékpár megállás nélkül, mind a vihar úgy mennek. Elég sokat a közterületesek is, és a rendőrség is ott a Városház térnél ellenőriz, de még mindig a fegyelem az messze van. Nos, hát nagyon sokféle kérdéskör szóba került, de kollégáim jelezték, hogy van telefonálónk is a vonalban. Hogyha lehet, akkor javaslom, hogy szólítsuk meg először a telefonáló kérdését, és akkor utána visszatérünk a bejátszóhoz. Köszöntöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Kedves csókolom, kedves Viktória, üdvözlöm a tisztelt polgármester urat. Jó estét kívánok. Balsai István vagyok. Cserpalkovics András, kérdésem az lenne, hogy támogatod-e azt a kezdeményezést, hogy rövid távon a pedagógus sztrájkban résztvevő tanárok megvont jövedelmét esetleg a város kifizesse. Ugye erre volt már hasonlóan példa mondjuk az egyhavi plusz munkahelykeresési támogatás városi átvállalásához, illetve most legutóbb az ingyen focijegyek példája is, hát össze tudnám ezzel hasonlítani. Illetve ehhez kapcsolódóan hosszú távon esetleg az önkormányzati alapítványi fenntartással lehetne a közoktatás helyzetét olyan irányba előmozdítani, hogy az valóban a város döntése legyen, hiszen jelenleg én úgy látom, hogy te kompetencia és hatáskör nélkül tárgyalsz a tanárokkal, így viszont akkor, mint munkavállaló és vagy munkáltató és fenntartó is befolyásolhatnád a dolgokat a kedvezően a tanárok igényei szerint, hiszen 2013 és 2016 között ezt a jogot sajnos a Fidesz a részben a te közreműködéséddel is sajnos megmondta, mind Székesfehérvártól, mind az önkormányzatoktól. Köszönjük szóval szépen. Remélem érthető volt a kérdés. Igen, fogunk is rájuk válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen a kérdést. Ketté bontanám, mert a kérdés is kicsit kétirányú volt. Annyiban azért visszacsatolnék az előzményekre, hogy az önkormányzatok eladósodásának egyik legnagyobb területe az éppen a közoktatási köznevelési rendszerhez kapcsolódott, hiszen olyan szintű normatíva kivonás történt a korábbi időszakban az iskolák fenntartásához kapcsolódóan a településeknél, hogy a települések döntő része ezt csak akkor hitelfelvétellel tudta megoldani.
és ezért az önkormányzatok döntő része az kifejezetten kérte a későbbi kormányt, hogy vegye át tőlük az iskolák fenntartását. Én magam azt a véleményt fogalmaztam meg, utólag is úgy gondolom, hogy talán jobb irány lett volna, hogy két lépcsőbe történhetett volna ez inkább meg. Azok az önkormányzatok zömében a középnagyságú és kisebb települések, akik át akarták adni, azok átadhatták volna, az állam ki tudott volna alakítani egy jó fenntartói struktúrát, és amikor ez jól működik, akkor térhettünk volna rá mondjuk a megyejugó városok, vagy éppen az ország fővárosának fenntartásából lévő iskolákra. Nem ez a döntés született, de tegyük hozzá, hogy az összes mostani kérdéskör, tanári bérek kérdése, tanterv kérdése, tankönyv kérdése, maga a felújítások döntő része, az mind-mind olyan kérdés, ami korábban is az állam döntési hatáskör és kompetenciája volt, akkor is, amikor egyébként még az önkormányzatok voltak az iskola fenntartói. Mert ezekről a kérdésekről akkor sem az önkormányzatok dönthettek, hiszen ez mindig is állami kompetencia volt. Állami kompetencia a civil, alapítványi, vagy éppen egyházi fenntartású iskolák esetében. Térjünk rá a bérek kérdésére. Azt gondolom, ez egy kulcskérdés, és nem lehet kérdés, hogy a tanárok esetében egy jelentős béremelésre van szükség. Én kiegészíteném egyébként ezt mondjuk az óvodapedagógusokra is. Ezt azért is mondom, hiszen ott a fenntartó bizonyos részét tekintve, mondjuk az óvodák nagy részét tekintve egyébként az önkormányzati struktúra. Tehát szerintem ez nem lehet egyszerűen vita kérdés. Én úgy látom, hogy egyébként ebben mindenki elkötelezett, remélem, hogy ez minél hamarabb meg tud történni. Fontos kérdés az, hogy miben lehet egy önkormányzatnak feladata és hatásköre. Én magam ezért kezdeményeztem azt valamennyi iskolánál, hogy szeretnék minden olyan helyre elmenni, ahol a tantestületek úgy gondolják, hogy van miről beszélgetni az önkormányzattal, az önkormányzat irányába, adott esetben a polgármesterrel, számtalan általános iskolába, középiskolába ez kaptam meghívást, és nagyon sok helyen jártam, beszélgettünk, nagyon izgalmasak voltak ezek a beszélgetések, nagyon tanulságosak. Önmagában szerintem az, hogy volt egy ilyen kommunikációs lehetőség, az már fontos volt, de nem csak a tanároknak, hanem meggyőződésem szerint nekünk önkormányzati vezetők számára is hozott nagyon sok új információt. Én azt kérem ebben az esetben, hogyha vannak ilyen tanárok, akik a sztrájk tekintetében Székesfehérvár vonatkozásában ilyen helyzetbe kerültek, azok keressenek meg engem, minket, akkor föl tudjuk mérni, hogy egyáltalán hány főről van szó, és adott esetben milyen lépéseket tud megtenni az önkormányzat. Fontos azt rögzítenünk, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint az önkormányzat sem közvetlenül, sem mondjuk egy alapítványon keresztül közvetett formában nem lehet iskola fenntartó. Tehát amit az István kérdezett, hogy mi mondjuk egy alapítványon keresztül tudunk-e fenntartói lenni iskoláknak, ezt jelenleg a jogszabályok nem teszik lehetővé. De azt lehetővé teszik, hogy támogassuk és segítsük az iskolákat, hiszen az iskolákat senki nem tolta ki az adott település, így a mi esetünkben Székesfehérván határain, ezek ugyanúgy a mi iskoláink, ugyanúgy a mi tanáraink tanítanak benne, a mi dolgozóink, mi fehérvári polgáraink dolgoznak ott, még ha nem is mi vagyunk a munkáltatók, és ugyanazok a diákok járnak oda, legyen azok fehérvári diákok, vagy legyenek azok az agglomerációból érkező diákok. Tehát van feladatunk, és van felelősségünk az iskolák fenntartása esetében is, függetlenül, hogy egy állami, egyházi vagy civil fenntartású iskoláról beszélünk, és egyébként ezzel szerintem a város él, hiszen rengeteg felújítás és beruházás zajlik, van, ami ebből kormányzati támogatásból, soha ekkora iskola támogatást a Fehérvár nem kapott a kormányzattól, mint ezekben az években. Van, ahol Európai Uniós forrásból tudunk beruházni, és van, ahol a város saját forrásból, sőt, a fehérvári vállalkozásokat is bevonjuk, hiszen például a képes programon keresztül is valósítunk meg okos tanterem programot, az egy módszertani program is, és az abban résztvevő tanárokat mind az ő szakmai előrejutások tekintetében anyagilag is segítjük, mind a programban való részvétel tekintetében az Alba Innováron keresztül a város is támogatást nyújt, jövedelem vonatkozásában is. Emellett, ha már beszéltem az óvodapedagógusokról, ugye Fehérvár azon kevés önkormányzatok közé tartozik, ahol a kafetériát biztosítjuk azoknak, akik a közféra emelt területén is dolgoznak, mert ezt fontosnak tartjuk, mindig elmondva, hogy nem a polgármester képes ezt megtenni, hanem a fehérvári gazdasági szereplők ereje és az oda dolgozó emberek mindennapi munkája eredményezi azt, hogy van annyi saját bevételünk, hogy jogszabályi kötelezettséget fölött tudunk bizonyos jövedelmet biztosítani. Nem tudunk azonban sajnos mi mindent megoldani,
Szükség van a tanári béremelésre, én bízom benne, hogy hamarosan ez meg fog történni. Tudjuk, hogy ennek vannak költségvetési feltételei, kormány szinten világosan fogalmazott, remélem, hogy ez hamarosan meg fog történni. De még egyszer, ha pedig van olyan, akit valami miatt valamilyen anyagi természetű hátrány érte az elmúlt kicsivel több mint egy évben, akkor azt keressen meg, és ezt meg fogjuk vizsgálni. Hozzám eddig ilyen jellegű konkrét megkeresés még nem érkezett. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a bejátszásban elhangzott kérdésekre, hiszen ugye azért voltak itt megfogalmazott vélemények. Az egyik pont a Salgó Tarjánból jött ide, és az órabérek fizetésével a megélhetéssel kapcsolatban volt véleménye. Volt egy szintén székesfehérvári, aki nagyon szereti ezt a milliót, ami itt van, és gyakorlatilag ő mindennel is elégedett volt. És az utolsó kérdés a Lokálpatrióta Egyesületben történő egyeztetések, illetve a belvárosi vendéglátóhelyeknek a nyitva, illetve zárva tartás, hogyha jól emlékszem a kérdéskörre. Itt is nagyon jól esett az úrnak az a hozzáállása, hogy mennyire szereti ő Székesfehérvárt. Én is így vagyok ezzel, és szerencsére nagyon-nagyon sokan. És talán ezért mindig azzal fontos foglalkozni, ami összeköt bennünket. Nem azt jelenti, hogy nincsenek közöttünk vitáink, nincsenek problémák, de azért, ha szeretünk itt élni, az az alapállás, az eleve segít a mindennapok problémáin is túljutni. Hölgy, először is nagy szeretettel köszöntjük Salgótarjánban. Salgótarjánból itt Székesfehérvárra. Örülök, hogy ide költözött, remélem, hogy jól érzi magát. Tegyük azt hozzá, hogy viszont az órabérek tekintetében az önkormányzatnak nagyon kevés mozgástere van, kivéve a saját munkavállalói vonatkozásában. Ahol tudjuk, ott a béremelésekkel próbáljuk az emberek mindennapjait egy kicsit könnyebbé tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos kérdés volt. A Lokálpatrióta Egyesület egy igazi lokálpatrióta közösség. Én magam is többször találkoztam velük, a legutolsó találkozónk azt hiszem, hogy egy több órás találkozó volt. Szerintem sok mindent ott át tudtunk tekinteni. Örülök, hogy úgy érzik, hogy történtek előrelépések. A nyitvatartás esetében viszont pontosítanunk kell majd, hiszen ott a teraszok nyitvatartásával kapcsolatban beszéltünk meg egy szabályozást. Én szerintem azt a szabályozást működtetjük mi most. Nekik az volt a mindig jogos felvetésük, hogy viszont, hogy egy terasz 11-ig lehet nyitva, akkor az ne 1:30-ig legyen nyitva, mert buli negyeddé a belváros sem alakulhat. Hogyha az éjszakai, tehát a zárt térben történő nyitvatartást nézzük, az egy másik kérdéskör, azt is meg fogjuk vizsgálni, illetve ott nagyon szeretnénk elérni, hogy a jogszabályok adjanak nagyobb döntési kompetenciát az önkormányzatoknak, akkor tudnánk egy kicsit előre lépni. Egyébként itt több kormánypárti és ellenzéki polgármester is közösen egyeztet, hogy milyen jogszabályi módosítást tudnánk közösen a szakminisztérium elé letenni. Úgyhogy remélem, hogy abban a vonatkozásban is tudunk majd előrelépni. Bár műsoridőnk hamarosan lejár, de van még egy telefonálunk, úgyhogy az ő kérdésére még mindenképpen szeretném, hogyha sor kerülne. Köszöntöm, várjuk a kérdését. Jó napot kívánok, nekem olyan kérdésem volna, hogy... Jó estét kívánok! Az Alba Pláza és a Koronáza Bazilikának mi az állása, jelenlegi állása, mi várható ezekkel a fejlesztésekkel kapcsolatban, ha lesz? Köszönjük szépen a kérdését. Nagyon szépen köszönöm, mind a kettő nagyon fontos kérdés a város életében. Picit talán szimbolikus is, hiszen a történelmi bazilika az a történelmünket mutatja, amire büszkék vagyunk, és ahogy több kérdező hozzászóló is mondta, büszkék is az emberek szerencsére. Az Alba Pláza pedig a bevásárlóközpont, a kereskedelem, a szolgáltatás, az meg a modern város jelleghez tartozik hozzá. Illendőségből kezdjük a koronázó bazilikával. Csak azért is, mert két nagyon kerek és nagyon fontos időpont közeledik. Ugye 2031-ben Szent Imrére, 2038-ban pedig Szent Istvánra fogunk emlékezni, és jelentsük ki, hogy mai állapotában a romkert és nemzeti emlékhely területe szerintem nem méltó ahhoz a történelmi múlthoz, ami ez a területhez kapcsolódik, hiszen a nemzeti emlékhely az gyakorlatilag ennek a nemzetnek a történelmi bölcsője. Ha azért, mert mi itt most magyarul beszélünk, abban annak a helynek nagyon nagy szerepe van, mert így lehetett a magyarságnak több mint 500 éven keresztül az államiságát és annak a folytonosságát biztosítani. Sok előrelépés azért történt, hiszen elindult a sétaútnak a kérdése, ugye lesz egy fontos kőtár és látogatóközpont, ahova majd belép, ugye ez a köztársaság mozinak az épülete lesz, hamarosan befejeződik ennek a felújítása, és itt olyan interaktív kiállító tér jön létre, hogyha oda valaki bemegy, akkor meg fogja kapni azt a
tudást, szellem és lelki értelembe is, hogy utána belépve a nemzeti emlékhelyhez már máshogy fog arra a területre nézni. Összeállnak talán ezek a kis kockák. Igen, és egy kicsit talán az igény is nőni fog, és örülök, mert úgy éreztem, hogy az urva is megvan, hogy valami történjen ezzel a területtel oda, valami épüljön. De nagyon nem csak az a fontos, hogy mi épül oda, hanem az is fontos, hogy abban mi lesz. Hogy ez múzeum, ez egy templom. Hazahozunk királyi csontokat? Szerintem igen, ez kell, hogy legyen az igény. Időnként mondjuk a koronázási ékszerek is hazajöjjenek Fehérvárra? Szerintem fehérváriként erről nem mondhatunk le. Hogy mondjuk a koronázási palást legyen Székesfehérváron. Sok-sok ezer ember aláírása, nem csak fehérváriak, hanem például budapestiek aláírásaival is támogatott lenne az, hogy a koronázási palást jöjjön haza a városba. A nemzettörténelmi fővárosába. A nemzettörténelmi fővárosába. Szerintem ezeket a kérdéseket Fehérvárnak folyamatosan asztalon kell tartani, a nyilvánosságban erről beszélni kell, mert ez egy jogos igénye ennek a városnak, és ne is hagyjuk ezt az igényt lejjebb, hanem küzdjünk ezért ennek a megvalósulásáért. Ami pedig az Alba Pláza területét illeti, illetve a Murvás parkoló területét, ez összefügg, ezek magántulajdonban lévő területek, fejlesztése bízom benne, hogy küszöbön áll. Tudni kell, hogy volt egy kicsivel komplexebb, nagy terve az Alba Pláza tulajdonosának, ebből egy kicsit most visszávett, szerintem nem biztos, hogy baj egyébként, és várjuk azt, hogy ezt pontosan megfogalmazza, és ezt a nyilvánosság elé tudjuk tárni. Ennek az engedélyes dokumentálása és tervek elkészítése már folyamatban van, és bízom benne, hogy utána el fogja kezdeni a beruházást. Mi fog történni a mi tudomásunk szerint? Itt nyilván nem az önkormányzat lesz a beruházó, mert plázát és bevásárlóközpontot meg boltot nem a önkormányzatok építenek, viszont fontos a kereskedelem és a szolgáltatás esetében, hiszen nekünk nem lehet érdekünk az, hogy az egyébként egyik legmagasabb vásárlóerőjű városban a pénzt az emberek ne helyben költsék el, hanem Budapesten vagy éppen Győrbe. Ezért fontos egy multicsarnok is, hogy ne kelljen egy koncertét, hanem vagy egy sportélmény, hanem helyben legyen. A mai Alba Pláza kapna egy második emeletet, és úgy alakulna át egy bevásárlóközpontként az egész épület az akként, és a mostani piacterület is a bevásárlóközpont része lenne, és a Murvás parkolón pedig létrejönne egy új vásárcsarnok, magyarul egy új modern piac, hozzá pedig egy körülbelül 1000 parkoló helyre kalkulált parkolási komplexum, részben lefele, részben pedig parkolóház formájában. Ez a kettő kerülne át a Murvás parkoló területére. Fontos, hogy a piacnak folyamatos működését várja el az önkormányzat, úgyhogy ezt így kell összeállítani. Ahogy megkapjuk a hivatalos tájékoztatást, a nyilvánosság elé fogjuk azt állni. Köszönöm szépen. Még egy utolsó telefonáló van a vonalban. Itt a műsoridőnk végén már, úgyhogy még neki lehetőséget adunk a kérdésére. Köszöntöm, jó estét kívánok, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, tisztelt polgármester. Jó estét kívánok. Tavaly már a e-mailes lehetőséget kihasználtam, és jeleztem önfelé, hogy a Berényi út, Kadocsa utca és Videóton közötti szakasza az igen rossz állapotban van. Különösen a járda és az úttest. De ön azt felelte, hogy a városgondnokságnak átadta ezt a problémát, de itt nem történt változás az egy év alatt semmi. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi a terve önnek ezzel kapcsolatban. Pozsony utat megcsinálták, tehát a lekapcsolódó utat megcsinálták nagyon szépen, a túloldalt megcsinálták nagyon szépen, bicikliutat, járdát, mindent, de a Videóton felüli oldalon semmi változás nem történt. Van-e ezzel kapcsolatos terve a városnak?
Köszönjük szépen a kérdését, polgármester úrnak átadom a lehetőséget a válaszra. Köszönöm szépen a kérdést, és látszik, hogy elég komplex kérdés, hiszen nem csak a Berényi útra, nem csak a Kadocsára, hanem ugye a Pozsony útra is kiterjedt a kérdező, és látta, hogy ott egy elég jelentős fejlesztés valósult meg, mind az útburkolat, mind ahhoz kapcsolódó közműfejlesztések vonatkozásában, és ugye egy kerékpársáv is kialakításra került mind a két oldalon. Ugyanúgy megtörtént a Fiskális útnak a felújítása, és ahogy előbb beszéltünk, más öreghegyi utak felújítása részben megtörtént, részben elkezdődik. A probléma ismert, de annál a szakasznál vannak rosszabb állapotban lévő útszakaszok is a városban. A járdára is ez igaz, és nyilván próbáljuk ezt egy kicsit súlyozni, és elérni, hogy minden városrészben történjen valamilyen jellegű fejlesztés. A járda felújítást kicsit külön kezeljük, mert a saját forrásból is sokkal nagyobb ütemben tudjuk megvalósítani, hiszen nyilván egy sokkal kisebb műszaki és ezáltal pénzügyi beavatkozás, mint egy útépítés. Úgyhogy meg fogjuk újra azt a szakaszt nézni. Ha üzemeltetési kérdés, akkor beavatkozunk, ha nagyobb fejlesztést igényel, akkor bizony meg kell találnunk a forrást. Ezekben a hónapokban azért az volt a kérdés, hogy egyszerűen a rezsit ki tudja fizetni a település. Emellett azért számos fejlesztés zajlik Fehérváron belül, tehát látszik, hogy szerencsére ezek sem álltak le. Ütemezetten tudunk előre jutni, de én bízom benne, hogy látszik a fejlesztés, és azabban bízom, hogy ahogy az úr is látja ott a Pozsony úton a fejlesztést, ezt fogjuk tudni folytatni akár a Berényi út irányába, akár a Pozsony út felső szakasza esetében, ugye ez az öreghegyi felújítási programnak a része. Emellett a Kadocsáról talán még annyit el kell mondani, hogy annak a nagy része viszont állami fenntartású út, tehát ott például egy ilyen kereszteződésnél össze kell hangolni az állami fejlesztéseket és a város fejlesztési elképzeléseit. Köszönöm szépen a választ, és köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenféle technikai eszközön érkezett kérdéseket is köszönöm. Köszönöm szépen nézőinknek a figyelmet, köztérrel holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban, műsorunkat pedig visszanézhetik YouTube csatornánkon. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.